készülnek a november 11-i válogatott meccsre a magyar csapat tagjai a szekszárdi sportcsarnokban. Ugyanis megkezdi Európa-bajnoki selejtező sorozatát a magyar női válogatott, akik a nyitó fordulóban a világ egyik legjobb csapatával, a spanyol válogatottal csapnak majd össze. Az edzés előtt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sajtótájékoztatót tartott a válogatottal szembeni elvárásokról. A csapat első számú irányítója, Studer Ágnes elmondta, hogy mit jelent számára, hogy hazai pályán küzdhet a magyar színekért. Az, hogy Szekszárdon lehet, már az egy óriási nagy dolog, mert ugye már az előző selejtezőkön is rebesgették, hogy majd itt lesz, csak ugye a Covid miatt ez nem történhetett meg, úgyhogy most nagyon örülök, hogy pont egy spanyolok elleni mérkőzés lehet majd itt hazai pályán. Igazából azt gondolom, ugye, hogy tényleg mi nagyon fiatalok vagyunk, a spanyoloknál is van egy ilyen váltás, ők is fiatalodtak talán egy kicsit. Azt gondolom, hogy nekünk magabiztosan kell játszani, felszabadultan, védekezésben nagyon oda kell figyelni, mert a spanyolok egy elég futós csapat, próbálnak gyorsan játszani, úgyhogy erre majd nagyon oda kell figyelnünk. Viszont nekünk tényleg felszabadultan kell játszani, és én remélem, hogy itt ebbe a közegbe majd meg lehet őket szorítani, és esetleg meg tudjuk őket verni. Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy kifejezetten azért választották Szekszárdot a meccs helyszínéül, mert tudják, hogy a helyi csapat nagy szurkolótáborral rendelkezik, akik a mérkőzés alatt megteremthetik a játékhoz szükséges hangulatot. A szekszárdi kosárlabda, gondolom, ha én mondom, úgy is jó, nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el az elmúlt években, hosszú évek során. Nagyon stabillá vált, rengeteg embert érdekel, Szekszárdon mindig tele van a csarnok. Három hölgy kapott meghívást a válogatottba, a szekszárdi csapatba, de a többiek is azt gondolom ismerik a csarnokat, és ebben a csarnokban sajátos hangulat kell, hogy kialakuljon. Tehát azok a válogatottak, amelyek hozzászoktak a nagy 5000-es, 6000-es, 3 nem tudom hány ezres csarnokokat, ide egy 1200-1300 ember körébe jöve egészen biztos, hogy egy kicsit máshogy fogják magukat érezni, a miénk pedig megszokták. Ezt a helyzeti előnyt is szerettük volna, hogy biztosítsuk a válogatott számára. A másik Szekszárd városa nagyon-nagyon kedves, nagyon vendéglátó, ide mindenki szeret jönni, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szalai Ferenc azt is hozzátette, hogy a csapat elé nagyon sok elvárást állítottak, és biztos benne, hogy a lányok mindent meg fognak tenni, hogy szétszedjék a küzdőteret. Ez a csapat, ez egy korszakváltás előtti állapotban van. Az U20-as játékosaink jelentős része most kerül föl, ha nem is először, de még nem olyan nagyon sokszor szerepelt a nagy válogatottban. Tehát most egy nagyon fiatal csapattal fogunk kiállni, és ennek a csapatnak rutint kell szerezni, tapasztalatot kell szerezni, és biztos vagyok benne, hogy egy-egy ilyen selejtező csoport erre kiváló lesz. A csoportban itt vannak a románok, itt vannak az izlandiak. Én azt gondolom, hogy az első-második hely valamelyikét kell tudnunk megszerezni, de a következő évek is már itt tervezhetőek kell, hogy legyenek, hiszen ennek a csapatnak most már láttatnia kell, hogy mire lesz képes a későbbekben. És a szövetség arra számít, hogy a mai magyar kosárlabda válogatott a korábbhoz mérten hosszú évekre ott lesz Európa elitjében, és ott lesz az Európa-bajnoki, akár a világbajnoki megmérettetéseken. A mérkőzésre várhatóan teltház lesz. 1270 néző előtt fogadja a magyar válogatott Spanyolország legjobbjait.